feledő, azaz fürdőépítő kalákát szerveztek a Medvesajai Egyházasbást határában lévő Magyaroskótnál. A Budapesti Arztopia Alapítvány önkéntesei, akik többnyire tájépítész hallgatók, a helybeliek segítségével, valamint a Medvesaja Polgári Társulással karöltve fogtak a népi fürdő építésébe. A feredők építése a Székelyföldön kezdődött, amikor a helyi hagyományokra alapozva az 1990-es években Herceg Ágnes indította el a fürdők építését. Kalákának igazából a központi eleme az mindig a maga a fürdő és az ahhoz kapcsolódó különböző létesítmények, ugye így az öltöző, az utaknak a helyrakása, a forrásoknak a tisztítása, illetve a forrásfoglalások elkészítése, és ha már egyszer népi fürdőről van szó, akkor mindig próbálunk valamilyen kis közösségi házat is létrehozni, és így tettünk ezt most itt Egyházasbáston is, tehát itt fent a Magyaroskútnál a völgynek az egyik oldalán készül a mellettem látható kis közösségi ház, ami a helyi cserkészeknek, illetve az ide tévedő turistáknak fog majd menedékül, illetve a sütögetések alkalmával ilyen közösségi helyként szolgálni, és lent a völgyben pedig ott mögöttem a fák alatt lesz majd a medence, ami a Magyaroskútnak a két forrásából táplált medencét kell elképzelni, tehát a két forrásnak a medrébe ástuk bele tulajdonképpen a magát a fürdőmedencét, ami egy nagyon pici ilyen kis felfrissítést szolgáló, nem hosszabb ideig tartó fürdést szolgáló kis medence lesz, és hát ha már oda megyünk, akkor egy kis lépcsővel, terepmunkával, híddal, a patakon keresztül meg könnyebben megközelítettévé tettük a helyszínt. Gömör jelentős fürdőhagyománnyal rendelkezik, hiszen az elmúlt században még több településen is jelentős fürdőhelyek üzemeltek. Igaz, nem az ehhez hasonló, az erdő szélén forrásvízből merítő és tisztító fürdők voltak. Ezért is kérték a helyiek a székelyföldi, illetve magyarországi barátaik segítségét. Ez nem elsődlegesen a turizmus fejlesztése érdekében jött létre. Ez csak egy másodrendű dolog. Az elsődleges célja az, hogy összefogja itt helyben azokat az embereket, akik összefoghatóak, és akik, hogy így mondjam, hajlandóak letenni valamit az asztalra a közösségért. És úgy érezzük, hogy ezek az emberek gyűlnek, fokozatosan jönnek ide, és ez sokkal fontosabb, tudnik, ez, ha ezt sikerül végrehajtanunk, bármilyen ellenszélben is tesszük, akkor ennek a másodlagos hatása az lesz, hogy itt ezzel összefüggésben kialakulnak munkahelyek is. Az emberek itt is el fogják tudni képzelni a jövőjüket, és ennek az egyik hozadéka az is lehet, hogy a turisztikában, illetve a turisztikából, vagy annak a járulékos hozományaiból, hozadékaiból meg tudnak élni. Ideje volt ma, hogy történjen itt valami ezen a részen, és ezért úgy gondolom, hogy a falusiaknak is egy séta lehetősége, tehát hogy feljönnek ide, megpihenjenek esetleg, étkezzenek ittem hasonló céllal, ha másképp nem is, de vagy fiatal családoknak is, hogy valamikor feljönnek ide, egy olyan környezet várja itt, ahol el lehet tölteni a napot, vagy esetleg turisztikai ténykedés is lehet végezni a környéken. Az Arztopia Alapítvány önkéntesei az elmúlt mintegy két évtizedben 23 feredőt építettek Székelyföldön. Egyet a Vajdaságban, és most az első alkalommal a Felvidéken, a Medvesalján. Természetesen Erdélyben számos helyen, egy-egy településen akár több fürdő is megépült az elmúlt években. A Medvesalja Polgári Társulás terveiben további feredők építése is szerepel, amiket majd tájfutóknak, hegyi kerékpárosoknak is megfelelő utak kötnek majd össze. Ezt fontosnak tartják, mivel szeretnék megmutatni a gömöri táj szépségeit, a helyi termelők portékáinak változatos kínálatát, valamint megízleltetni az úton járókkal a vidék tájjellegű ételeit. Ezek a képek pedig az átadás után készültek. Ennek elképesztő hatása van. Tehát ennek itt tényleg van egy szentsége ennek a helynek, van egy szellem ennek a helynek, ami pozitív, ami jó. Szerintem olyan 8-9 fokos lehet a víz. Az első az egy elég kemény sok volt, de utána azért meg lehet szokni. Az embernek a lábszára, ami először ugye jobban áthűl, de a testével olyan nincs nagy gond. De mikor megszokja, akkor úgy el lehet egy picit, egy pár másodpercig, meg pár tíz másodpercig lenni benne, kijönni meg
kimondottan kellemes. Feledünk! Kiabálni!